Sziasztok, üdvözöllek a műsorban. Sikerült megszólítanom már orvost, orvosokat, turisztikai szakértőt, a nagykövet úrról is sikerült beszélnem, és végre egy virológussal is fogok most interjút készíteni. Élő Pétert az ORF Burgenland rádióműsorban hallottam először. Sikerült utolérnem, és most végre tudok vele beszélni. Ha hosszabb lenne ez a műsor, lehet, hogy ketté fogom venni, és két részben tudjátok meghallgatni. Sajnos élőképet nem tudok csinálni, csak Viberen kihangosítva tudok Péterrel beszélni. De szerintem így is egy érdekes műsor lesz. Kezdjünk is bele! Kívánok, Péter, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre állsz itt a műsorban. Ó, köszönöm szépen, szép napot neked is. Ha nézők még nem tudnák, az ORF-en van fent veled egy cikk, te virológus vagy. Az elmúlt időszak már 60 nap. Hogy tekintesz vissza? A kormány jó döntéseket hozott? Kellő időben hozta meg az osztrák kormány a megfelelő lépéseket? Én most innét úgy látom, hogy az idő őket igazolta. A jövővel kapcsolatban nekem vannak kételjeim, de úgy tűnik, hogy a számadatokból az jön le, hogy sikerült helyén kezelni a dolgot. Úgyhogy igazából ugye az a probléma ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, hogy mivel a társadalom átfertőzöttsége igen alacsony, ezért azt lehet várni szerintem, hogy ahogy telik az idő és lazulnak a korlátozó intézkedések, meg az emberek is lazulnak, úgy elkezd majd megint fölfele kúszni a fertőzés szám. Szeretném, ha ez nem így lenne, de ez várható, én úgy gondolom. Több cikk, több értekezés van erről. Szerinted hogy lehetne ezt megfékezni, vagy hogyan lehetne ezt lelassítani, amíg a vakcina ki nem jön? Azt szoktam én terjeszteni, hogy ez az a betegség, ami gyakorlatilag maszk használattal, minimális távolságtartással, higiéniával, tehát kézmosással úgy tűnik, hogy teljesen kordában lehetne tartani. Úgyhogy innentől kezdve az emberiség meg magáról állít ki egy bizonyítványt azzal, hogy ez mennyire sikerül, vagy mennyire nem. Jó, hát ez így egy kicsit durván hangzik, de végül is lényegében erről van szó. Én azt mondanám, hogy maszk használat, kézmosás, 2-3 méter távolság, és akkor akit lehet, azt nyilván érdemes volna akkor mondjuk home office-ba dolgoztatni a munkahelyeket, meg hát ahol lehet, úgy kéne alakítani, hogy az emberek ne tudják egymást cseppfertőzéssel direkt módon megfertőzni. Ez van, ahol megoldható, valahol nem. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle, én azt gondolom. Tehát ilyen még nem volt. Így van, meg a kormány a gazdaságot is próbálja menteni, vagy minél kevesebb kárt okozni benne, de hogyha jól vizionálom a fejemben, meg amilyen információim vannak, a vakcináig 1-2 év legalább van. Tehát akkor a következő időszakban az lenne reális és logikus, hogy a maszk használat és a távolságtartás a következő időszakban, a következő másfél-egy évben akkor folyamatosan jelen lenne az életünkben. Igen, lényegében erről van szó, én azt gondolom. Akkor te úgy, mint virológus, meg gondolom a kormánynak is vannak szaktanácsadói, vannak ülések, gyűlések, ahol ezeket mérlegelik, és egyes dolgokat el kell engedniük. És majd akkor figyelik a számokat. Ha jól értelmezem, megnézik, hogy ez mennyire válik be, hogy enyhítik a szankciókat, és hogyha a számok rosszabbodnak, akkor újból nagyon szigorú szabályozások fognak hatályba lépni. Igazából ez egy borzasztó nagy emberkísérlet, mert ugye egyrészt a gazdaságot nem lehet akármeddig fagyasztani. Ha meg nőnek az esetszámok, akkor nyilván úgy kell átalakítani a munkakörülményeket, minimalizálni kell a fertőzések lehetőségét. Nyilván vannak olyan szegmensek a gazdaságban, mint rockfesztiválok vagy nagy üdülőközpontok, amik nem tudnak továbbiakban úgy működni, ahogy eddig, legalábbis addig, amíg megfelelő kezelési lehetőségek, vagy megelőzési lehetőségek, gondolok itt vakcinálásra, nincsenek elérhető távolságba, mert addig mondjuk nem lehet elindítani egy kirándulóhajót 3-4 hetes turnus hosszakkal, amíg gyakorlatilag csak azt lehet garantálni, hogy az utazás egy pontján az utasok egy jelentős része már nagyon rosszul fogja magát érezni. Ugye így senki nem várt jegyet egy ilyen lehetőségre. Arról nem is beszél, hogy mikor az egésznek vége, akkor ugye szétviszik a fertőzést, gyakorlatilag szűznek tekinthető közegbe jutnak még a mostani betegek, hiszen amennyi ember eddig fertőzött, az egy néhány százalék. Talán nagyon betegség járt a vidékeken, fölmegy 10-15 százalékra, de ez még mindig nagyon-nagyon messze van
attól a szintől, ahol már azt lehetne mondani, hogy kellőképpen immunizált a társadalom, és nem fog kitörni egy újabb járvány. Meg ugye még azt se tudjuk, hogy azok, akik már átestek, most akkor azokkal mi történik, azok elkaphatják újra, egy részük elkaphatja újra, gyakorlatilag senki nem kapja el újra, tehát ezekről se lehet tudni semmit igazából. Tehát most ez egy ilyen kísérlet, ami eléggé vérre megy, de nincs más megoldás, azt gondolom. Az én szemszögömben, vagy én gondolom, hála az ének, ez nem egy ebola szintű járvány, tehát nem olyan halálozási ráták vannak, de ha úgy fogjuk fel, ez egy jó tanulópénz lehet kormányoknak, az emberiségnek. Ha a jövőt tekintjük, hasonló, vagy ha szkeptikusak vagyunk, még rosszabb járványokra lehet számítani? Én azt gondolom, hogy számítani lehet rá, hiszen már voltak is járványok, meg nyilván lesznek is. Az IBM-nek van egy ilyen, volt régen ilyen szlogenje, de nem biztos, hogy ez igaz, hogy a paranoiás él túl. Hogy aztán éppen milyen kórokozó szabadul el, azt ugye nem lehet megjósolni előre. Én azt gondolom, hogy a járványügyi szakemberek túlnyomó többsége az influenzára fogadott volna, ezelőtt még egy pár évvel is, akár a SARS-1-es vagy a MERS járványok után, ugye, amiket koronavírusok okoztak, és nem voltak régen, de igazából szerintem, ami egy nagy nyugtalanságra adott okot, az volt, hogy elszabadulhat egy durva influenza, vagy valamilyen vérzéses láz üti fel a fejét, bár ugye ez a vérzéses lázak azért nagy tömegű áldozatot általában a világnak az elhagyatottabb részein szoktak okozni. Az elhagyatottabb, úgy értem, hogy ilyen egészségügyi szempontból elmaradott vidékeket. Részben ugye ott vannak közel ezek a kórokozók, másrészt a gyors izolálás, már a fertőzöttek gyors izolálásának a feltételei ott nincsenek biztosítva. Akkor ugye vannak ezek a nagyon durva, akkor említetted az ebolát, vagy ott van a Marburg, vagy valami hantavírusszerűség szabadulna, annak azért igen látványos tünetei vannak. Ez az egyik, a másik, hogy viszonylag rosszul terjednek emberről emberre, tehát ez általában jellemző az ilyen korai stádiumban lévő zoonózisokra, tehát állat terjesztett a betegségekre, de miatt elég jó kordában lehet őket, vagy úgy tűnik, hogyha olyan helyen törnek ki, ahol mondjuk megfelelő egészségügy áll az emberek rendelkezésére, akkor ezeket elég gyorsan sikerül izolálni. Amit itt ugye már történelmi tapasztalatok alapján elég nehezen lehet kordába tartani, talán az influenza az, ami ilyen betegségeket szokott okozni, de rengetegen betegszenek meg, és elég sokan meg is. Itt szerintem elmondod a kulcsszót, hogy ahol megfelelő egészségügyi rendszer van, de láttuk, hogy tényleg az Olaszország, Spanyolországot is térdre kényszerítette egy ilyen gyorsaságú járvány, hogy ahol meg mondjuk említetted a gyengébb, vagy a harmadik országbeli országokat, ott ez meg mint futótűzként tud pusztítani. És ha nézzük, tényleg egy tanulópénzként fogjuk fel ezt a jelen helyzetet, akkor hogy lehet erre jobban felkészülni, hogy az edukáció, a higiéniának a fontossága, vagy még mi jut neked eszedbe, mint szakemberként? Itt ugye van erről egy érdekes történet, hogy most akkor ez tanulópénz, vagy nem tanulópénz. Nem azt elmondjam? Nyugodtan, belefér a műsorba. Jó, 1976-ban az USA-ba ugye kitört egy influenza, hát nevezzük járványnak igazából. Az annyi történt, hogy egy katonai bázison, kiképző bázison megbetegedett 11 darab ember. Úgy tűnt, hogy sertésekről került át rájuk influenza vírus, 11-ből egy meghalt, ami azért, ha azt veszük, majdnem 10% mortalitás, tehát elég rossz statisztika, úgyhogy ekkor az amerikaiak jelentős mód megijedtek. A fő járványügyi szakemberük meggyőzte az elnököt, hogy ez ellen oltatni kell, de nagyon sürgősen, mert kitől megint a spanyol nátához hasonló valami, és itt a világ vége. Úgyhogy bele is fogtak egy ilyen vakcinálási programba, de ugye az ilyesmi lassan halad, mert ahhoz, hogy elkészüljön a oltóanyag, a vakcina, amivel aztán lehet oltani az embereket, az hosszú idő, nagyjából olyan fél év, de hát ezt ennél sokkal gyorsabban nem lehetett akkoriban megcsinálni. Úgyhogy hozzá is fogtak, döcögve haladt, aztán elkészültek az oltóanyaggal, és akkor úgy ilyen eléggé demokratikusan, nagy propaganda mellett próbáltak mindenkit beoltatni. Valamilyen fedettséget el is értek, azt hiszem talán 40 millió oltást sikerült kiosztani az emberek között. A probléma az volt, hogy ez a vírus közben eltűnt. Tehát azt azóta senki se találja, viszont a 40 millió
beoltott ember, meg beléjük felállt még a sajtó, úgy érezte, hogy akkor most egy kicsit túltolták ezt az egészet, és ugye az ilyen oltásoknak azért vannak komplikációi, mondjuk egy millió oltottból egy hajlamos belehalni, konkrétan az oltásba, de általában ez, ha úgy vesszük, hogy mondjuk pár tízezren vagy pár ezren meg akkor halnának meg, hogyha nem oltatták volna be magukat, azért egy sokkal jobb statisztika, mint az az eset, amikor ugye nem oltatják be magukat. De ennek aztán lett egy olyan negatív visszhangja egy társadalmilag, hogy a Ford elnök gyakorlatilag azt mondják, hogy utólag abba bukott bele a következő választásokon, hogy nem tört ki a járvány. Ugye ez szerintem azóta beleívódott a politológusok meg a PR szakemberek agytekervényeibe, úgyhogy most azért, hogyha politikában valaki úgy dönt, hogy komoly intézkedéseket kell fogadatosítani, akkor annak ez azért így fölmerül, vagy ha neki nem, a tanácsadóinak föl kell, hogy merüljön az agyába, hogy mi lesz ennek a következménye. Ez aztán vezethet oda, hogy túl későn reagálnak, de oda semmiképpen, hogy túl hamar. Ha úgy veszük, hogy ez most lehet egy tanulópénz, de a tanulópénz az igazából már ki van fizetve, tehát ezt már Ford elnök kifizette, úgyhogy lehet, hogy helyenként például az USA-ba azért bagatelizálták még az egészet márciusban is, mert valami hasonló dologtól tartottak, nem tudom, csak így satszolom, és hát ugye pont nem úgy lett, hanem sokkal előbb kellett volna intézkedjenek, mint ahogy megtették, hát ez ugye a mostani járványhelyzetből azért durván látszik. Tehát ez olyan dolog, hogy lehet belőle tanulni ezt is, azt is. Én a magam részéről azt gondolom, hogy inkább reagálni kell, aztán utólag majd kiderül, hogy túltoltuk, de akkor inkább túl kell tolni, mint nem. Meglátjuk. Minden esetre föl kellene készülni arra, hogy ezek a járványok ugye előfordulhatnak, és elő is fognak fordulni. Most ezzel így relatíve tudom, hogy ez sokat nem így érzik, de viszonylag szerencsések voltunk. Mondjuk az SARS-1-es vírusnak a halálozási rátája az 10% körül volt, az MERS, az a bizonyos másik koronavírus, ami a tevén, denevér, teve, ember útvonalat követte, annak a halálozási rátája majd 40% volt. Tehát ahhoz képest ez a jóval 1% alatti halálozási ráta, ez igazán nem olyan magas. Szóval ennek következtében sokáig úgy tudott terjedni a vírus, hogy észre se vették, az eset szám abszolút értékben igen magas. Ahhoz képest, hogy mondjuk az SARS-1-esnek volt azt hiszem talán 10 000 áldozata összesen, az MERS-1-esnek meg talán 30-40-70, így valahogy összesen. Én is azért vagyok bátor a tanulópénzt használni, hogy annyira nem rossz összességben az emberiségnek a helyzete, ha egy boxmeccshez hasonlítjuk, csak hogyha a jövőben tényleg jöhetnek nehezebb ellenfelek, és arra fel lehet készülni akár a raktáraknak a feltöltésével, új protokollok bevezetésével, akár szimplán csak a higiéniai edukációnak a javításával. De sokszor pénzkérdés. Ezek közül te melyiket emelnéd ki? Az egészségügybe kéne több pénzt investálni, vagy kutatások, vakcinafejlesztések irányba kéne tényleg több pénzt csoportosítani? Te erről hogy vélekedsz? Hát ugye a vakcina kutatással az szokott lenni a probléma, hogy ez egy ilyen sláger téma ilyenkor. De olyan nagyon nagy pénz általában nincsen benne, azt valahogy valakinek finanszírozni kell, mert ugye ingyen nem készülnek el. Nyilván most a világ eléggé motivált, mert a károkozás a gazdasági oldalon van olyan szintű, hogy ezt már valamilyen módon kezelni kell. Hát ez az egyik, a másik, meg ezzel kapcsolatban még az jutott eszembe, hogy van egy lappangó és kifejlődő, hát nevezzük úgy, hogy katasztrófa, antimikrobiális szerekkel szembeni rezisztencia kialakulása, amit úgy szokott a sajtóban megjelenni, hogy közeleg az antibiotikum korszak vége. De ezt nem tudom, hogy számolták ki, de azt mondják, hogy így mennek tovább a dolgok, akkor 2050-re körülbelül évente nagyjából 10 millió ember fog amiatt meghalni, hogy nem lesz olyan antibiotikum, amivel kezelni lehetne a betegségét. Na most az sok, ugye, ha úgy vesszük, az önmagában több, mint ahány ember meghal daganatos betegségekbe egy évben, azt hiszem, hogy az a összemérhető nagyságrendű.
Aztán a másik dolog az, hogy kiszámolták ennek a gazdasági vonzatát, pontosabban annak a megelőző, kezelő, stb. Intézkedés halmaznak a gazdasági vonzatát, ami ezzel az halálozási esetszámmal együtt járna. Ugye itt rengeteg ember betegszik meg, még azokon kívül, akik meghalnak, kórházi kezelést, és az jött ki, hogy ez körülbelül 100 trillió dollárba kerülne. És ez azért kellemetlen, mert a világgazdaságnak a teljesítő képessége állítólag, ezt nem tudom, csak mondom, ez egy ilyen adat, 80 trilliárd dollár jelenleg, tehát többbe kerülne ennek a problémának a kezelése, mint amennyit erre egyáltalán el lehet képzelni, hogy lehetne fordítani. Visszatérve a vakcina fejlesztésre, hogy ez azért érdekes, mert a legutóbbi 3 évtizedben gyakorlatilag igazából olyan forradalmian új antibiotikum nem került forgalomba, sőt, nagyon a köztudatba se, ennek pedig az az oka, hogy az antibiotikum biznisz, az nem jó biznisz. Tehát ami abból jó biznisz viszonylag, az a haszonállatok táplálkozásához felhasznált, gyakorlatilag hozamfokozóként használt antibiotikum mennyiség, ami miatt a világ oda jut, hogy emberek meg betegek kezelésére már nem marad hatásos antibiotikum, mert ugye közben a tehenek és a disznók meg a csirkék beleibe az összes baktérium rezisztensé válik. Na most ugyanezt a vakcina kutatásra fordítva, az, a végül is azt hiszem, az ebola ellen se azért sikerült kidolgozni valamilyen aktív oltóanyagot, mert az akkora üzlet lett volna. Egyrészt ugye volt egy pánik komponense, hogy mi lesz, hogyha kiszabadul Afrikából, ez az egyik. A másik pedig az, hogy voltak olyan cégek, akik hajlandóak voltak a profitjukból ezt megfinanszírozni, hogy ennyit áldoznak arra, hogy ezt a problémát le lehessen tudni. És ugye az ebola megállításában annak egy jelentős része volt, hogy az egészségügyi személyzet nem pusztult bele a betegek kezelésében innentől kezdve. Na most nyilván itt azért ugye egyrészt az oltóanyag mennyisége, meg a vakcinálás is. Egyrészt szükség lenne ugye új eljárásokra, amikkel nem tart ilyen sokáig kifejleszteni egy oltóanyagot. Szükség lenne szerencsére is, sikerül valami oltóanyagot kifejleszteni. Tehát itt van például az SARS-1-es, az 2000 környékén volt utoljára járvány belőle, elég veszélyes vírus létezik továbbra is, járványokat azóta se okoz, de oltóanyag nincsen ellene gyakorlatilag 20 éve. Tehát meg kell találni azt a motivációt, ami hajlamosítja a kormányokat vagy a cégeket arra, hogy ebbe pénzt toljanak, mert különben ebből nem lesz semmi. A másik a pont, megint csak visszatérve az antibiotikum rezisztencia problémára, állítólag, és ezt ugye ilyen gazdasági szakemberek számolgatják, már azzal nagyot lehetne előrelépni, hogyha az emberekbe tudatosítani lehetne, hogy mossák a kezüket. Erre konkrétan kampányokat kezdenek szervezni a úgynevezett harmadik világba, hogy a higiénés színvonalat erősen próbálják javítani. Nyilván ott a szennyvízkezeléstől kezdve egy csomó mindenen változtatni kell ahhoz, hogy ezek a dolgok működjenek, nagy előrelépést lehetne elérni. Plusz még ugye az antibiotikum nincs, akkor ott is fölmerül, hogy minél több kórokozó ellen kellene vakcinálni valamilyen módon. Tehát ott is az egy viszonylag más terület, de végül is fertőző betegségekről van szó, bakteriális fertőzésekről elsősorban. Ugye ott is az van, hogy ha nincsen ellene valami vegyszer, ami gátolja a kórokozót, akkor megpróbálhatunk ellene még immunizálni, még mielőtt kialakulna a fertőzés. De ugye megint visszajutunk oda ahhoz a problémához, hogy a vakcinafejlesztés sokba kerül, és nem egy profitábilis tevékenység hosszú távon. Mindezt összefoglalva azt lehet mondani, hogy aminek a leggyorsabban és legolcsóbban láthatnánk az eredményét, az az lenne, hogyha a világ ebből az egészből azt megtanulná, hogy sajnálatos mód, ahol 7 milliárd ember van, ott bizonyos távolságtartásra szükség van, bizonyos utazási korlátozásokra helyenként, időnként szükség van, az abszurdum például a maszk használat időről időre fontossá válik.
nem gondolnám, hogy most kormányoknak kéne ebből raktárszám betárazni. Én azt gondolom, hogy ha ezt a kormányukra bízunk, akkor látjuk, hogy mi az eredmény. Tehát ez most kiderült. Nem azt mondom, hogy mindenki vonjon a boltba, azt vegye magának 100 darabot a maszkokból, hanem lassanként, ahogy az árszínvonal visszatér a normális kategóriába, úgy nem árt belőle néhány zacskónyit otthon tárolni. Például ezt tudnám még mondani. Tehát a legegyszerűbb, ha az ember mindig magával kezdi a fölkészülést. Konkrétan annyit tudunk tenni, hogy valamennyire tartjuk a távolságot, nyilvános helyen viseljük a maszkot, akkor is, ha beengednek a boltba a maszk nélkül, vagy pláne mondjuk esetleg hülyének néznek, attól még nem vagyunk kötelesek megbetegedni. Érdemes maszkot használni, ad abszurdum, helyenként és időként érdemes kesztyűt húzni, és hát rendszeresen fertőtleníteni. Ennyi. Hát azt gondolom, hogy a kézfogás az nagyjából kimegy majd a divatból, ahogy ez már mondjuk Afrikában helyenként, azt hiszem, úgy tudom, már meg is történt. Most nem konkrétan emiatt, hanem más egyéb betegségekkel kapcsolatban, hiszen ez őket úgy nagyjából még eddig kerülte. Itt a kézfogást említetted, és sajnos saját tapasztalatból látom, nekem van egészségügyi múltam, és én például mosdóhasználat előtt is, és után is mosok kezet. Tehát például több férfi... Az nagyon hasznos, igen. És például több férfi társamon látom, hogy se előtte, se utána. És itt az van ebből a kérdésem, hogyha a edukáció, tehát a higiéniai edukáción fejlesztünk, és tényleg alapvető mozdulat lesz, hogy a mosdó használat előtt és után, vagy naponta gyakran használjuk, tényleg a metróból hazajövünk, tehát nekem is, hogyha hazajövök, ez az első, hogy kezet mosok, hogy ezzel is azért tudjuk, az én fejemben, de kíváncsi, hogy te mit szólsz hozzá, tudnánk a vírusnak gátat szabni. Nem azt mondom teljesen, de lényegesen megnehezítenénk a dolgát. Pontosan, ugye? Ahhoz, hogy egy fertőzési láncból igazából járvány legyen, ennek az R értéknek egy fölöttinek kell lenni. Az R érték ugye az azt jelenti, hogy egy emberke, aki fertőzött, a fertőzési periódusa alatt hány további embernek adják sikeresen a vírust. Ha egynél többnek adja át, akkor a járvány terjedni fog. Ha egynél kevesebbnek, akkor nincs járvány, mert ugye akkor gyakorlatilag kipusztul a vírus populációból. Na most, ha van olyan módszerünk, amivel egy alá tudjuk szorítani a sikeres fertőzések számát per beteg, akkor gyakorlatilag megnyertük. Erre momentán két módszer van, a kézmosás és a maszkviselés. Más momentán erre nincs, ja, meg hát mondjuk a távolságtartás, ugye, ami vagy működik, vagy nem, de azért valaki beteg és elkezd köhögni, ott másfél méteres távolság az esetek egy jelentős részében azért nem lesz elég, meg ugye mondjuk légkondicionált terekben a levegő folyamatosan mozog. Én azt mondanám, hogy a maszk az roppant fontos. Lényegében ennyi van. Kézmosás, maszk. És ha optimisták vagyunk, hamar meg lesz a vakcina, most ez mindegy, hogy egy év, másfél év, de utána is ezek a maszk használat, vagy tényleg, hogy legyen maszk nálunk, mert jöhet hasonló járvány is, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy a higiéniára nem figyelünk, és fel kell készülni, hogy hasonló, vagy akár még rosszabb járványok az életünk részei lesznek, ha jól értem. Igen, én azt gondolom, hogy ugye ember egyre több van, az a sok ember folyamatosan utazik, egyre furább helyekre jutnak el, plusz még állatok élőhelyeit is fölbolygatják, vagy akár ad abszurdum, vannak olyan betegségek, hogy mondjuk a talaj átforgatása kapcsán felszabadulnak gombaspórák, amik ugye egyébként talajlakó gombák, de különösebb kifogásuk nincsen az emberi tüdőellense, tehát ott is tudnak szaporodni, vagy olyan rákcsáló vírusok, most gondolok itt vérzéses lázai hantavírus hasonlók, amik megint csak rákcsálók vizeletével terjednek, de például konkrétan annak idején, koreai háború idején azt hiszem az úgy terjedt először, hogy a talajt mozgatták az ott mozgó gépek, aztán az emberek belélegezték a port, amiben rákcsáló vizelettel benne volt a hantavírus is, és akkor így aztán tüdőgyulladásos betegségek alakultak ki, vagy ott vannak olyan vírusok, mint a dengiláz, amik ugye egyrészt ugye az emberek széthordják a világba, másrészt, hogy melegszik az éghajlat, azok a moszkitók, vagy
jó szúnyogfajok, amik ezt terjeszteni tudják, és elterjednek a világban olyan helyeken is, ahol eddig nem éltek. Itt van a malária, ami ellen ugyan van több hatásos szer is, de ugye egyrészt rezisztenciák alakulnak ki, másrészt a terjesztő rovarok élettere a klíma melegedésével kiterjedhet. Most Észak-Amerikában probléma, de szerintem most lassan nálunk is hozzáválik a nyugat-nílusi vírus terjedése, aminek azt hiszem szintén van ilyen nagyjából 1% körüli halálozási rátája, szúnyogok terjesztik. Igazából madarak, szúnyogok a madarak között szokták hozni-vinni, de emberek és lovak is elkaphatják, és állítólag lótenyésztőknél van egy ilyen erős nyomás, hogy kéne ellene valami vakcina, mert a több százezer dolláros lovak, hogyha egy szúnyogcsipésbe elpusztulnak, ugye akkor az bizonyos port ver föl, ha mondjuk harmadik világban emberek halnak bele, az annyira nem. Na most nem volt szép, de lényegében erről van szó. De most meg konkrétan Észak-Amerikában ez egy eléggé terjedőben lévő betegség, és a Dél-Európában is előfordul, de szerintem úgy húzódik már föl északabbra. Tehát van egy csomó ilyesmi, aminek úgy gyakorlatilag mindenképpen ki leszünk téve, megváltozott körülmények miatt, mindenképpen lesznek még betegségek, hogy aztán melyik ellen hogy tudunk védekezni, az a jövő zenéje lesz. Itt nekem, amiket felsoroltál, az ugrik be, ezek köztudott dolgok, hogy az Amazonas erdőt is hogyan égetik fel, és hogyan próbálnak újabb mezőgazdasági területeket belőle nyerni, hogy egyre több állatot tudjanak vele takarmányozni, mert egyre nagyobb a húsfogyasztás, és az én fejemben most az van, és ez csak egyik reakció a válaszodra, hogyha tegyük fel, fokozatosan csökkentenénk a húsfogyasztást, akkor ezzel tegyük fel, megkönnyítenénk, vagy kisebb rizikófaktort szabadítanánk magunkra, vagy például a jégsapkák se olvadnának, tegyük fel olyan gyorsan, ott is nagyon sok minden lehet, hogyha ezeket a folyamatokat próbálnánk lassítani tudatosan, de egy kicsit kezdünk már félrekanyarodni, de ugye a jövőt kicsit, hogyha megkapirgáljuk, ezekkel az emberiség saját helyzetén tud javítani? Hiszen Bornak van az a mondása, hogy az előrejelzés nehéz dolog, különösen a jövővel kapcsolatosan. Hogyha az állatokat alapvetően békén hagyjuk ott, ahol vannak, és nem megyük oda, vagy például konkrétan azt hiszem az ebola terjedésében az egy ilyen mérföldkő volt, hogy rengeteg olajpálma ültetvényt telepítettek. Emiatt ugye ezeknek a gyümölcsevő denevéreknek megnőtt az akciórádiusza, vagy hát beteletettek új területekre is. Emiatt olyan helyeken is megjelent az ebola, ahol addig nem hallottak róla. A másik igazából, ugye azt szokták mondani, hogy ezzel, hogy így felszámoljuk az élőhelyeket, és ugye a vadállatkereskedelemmel így elterjednek vírusok, meg baktériumok is az emberek között. Tehát ennek vannak ilyen régi történetek róla, hogy ugye annak idején a Selyem út mellett hozták át a pestissel fertőzött bolhák, érkeztek prémszállítmányokkal, vagy selyem szállítmányokkal, vagy a patkányokkal, amik valahogy bekeveredtek a karavánokba, vagy a hajókon, és akkor ugye ezek megérkeztek Európába, és akkor azt lehet mondani, hogy a lakosság egy jelentős részét kipusztították. Volt egy ilyen is, aztán olvastam ilyet, hogy annak idején úgy jelent meg a brit szigeteken, hogy vikingek kereskedelmi célzattal vörösmókus bőröket vittek be, és a vörösmókusoknak van egy nagyon hasonló baktérium, mint az emberi lepra, tehát az úgy terjedt el. Aztán az étről ugye lehet tudni, hogy valamikor 1850-es évek táján folyómenti környezetbe 1920-as évekig bezárólag 4-5 alkalommal került át emberekre, aztán utána nem. Erre azt szokták mondani, hogy azt úgy nem lehet tudni, hogy utána miért nem. Hát én, nekem az a tippem lenne rá, hogy addigra kiirtották azokat a majom populációkat, amikkel ott azok az emberek folyamatosan érintkezve felszedték a vírust. Aztán utána ugye legközelebb 1981-ben lett belőle ez a hűha érzés, amikor az USA-ba kezdett el terjedni az AIDS. Addig, amíg ez egy afrikai belügy volt, úttalan területeken terjedt, csak kismértékben, helyi alacsony létszámú emberpopulációkba, addig nem tudtak róla, hogy ilyen egyáltalán létezik. Ilyenek még előkerülhetnek, akár több is, csak azt gondolom, hogy a világ olyan sebességgel
szűkül, tehát annyira kicsi már ez a föld. Én azt gondolnám, hogy ilyen teljesen új dolgok, amiről fogalmunk se volt eddig, azok nem nagyon fognak már előkerülni, vagy nem túl sok. Az nem jelenti azt, hogy nem lesz belőle óriási katasztrófa esetleg, de én inkább arra számítanék, hogy például a denevérekről ugye terjedhetek másféle vírusok is, vagy a madarak eddig valami egzotikus influenzák. Ezeknek én úgy gondolom, hogy nagyobb az esélye, mert ezekről lehet tudni, hogy számos potenciális kórokozó van köztük. Ugye a denevéreknek rengeteg koronavírusa van, rengeteg parainfluenza vírusa van, a madaraknak dettó, így elszabadulhatnak dolgok. Aztán van még, nem tudom mostanában, ugye ezeket én már nem nagyon követem, de voltak ilyen törekvések, hogy állatokban gyakorlatilag, tehát kimér a állatokban, olyan állatokban, amik bizonyos emberi antigéneket is tartalmaznak, lehetne előállítani emberi szerveket. Például csinálunk egy olyan malacot, aminek bizonyos antigénjei emberi természetűek, megnövesztjük a malacot, levágjuk a malacot, kiveszük a szívét, aztán megkapja valaki, immunreakciót nem vált ki, már jók az antigénjei, és tök jó. Igen, nem csak ugye a disznóknak mondjuk van egy csomó olyan vírusuk, ami eddig nem fertőzte az ember, de ha van egy ember, akinek ilyen szíve van, azt tekinthetjük úgy, hogy egy 70 literes reaktor, ami pár tíz éven keresztül úgy szuperál, hogy próbálja a disznó vírusokat adaptálni az emberre. De ugyanezt próbálták aztán pávián szervekkel, ugye a legnépszerűbb ilyen szempontból a vese, szív, tüdő esetleg. Csak azért mondom, hogy vannak ilyen törekvések is, amik egy kicsit járványügyi szempontból hajmeresztőnek tűnnek, mondjuk úgy. De ezek olyan dolgok, hogy ezekben az ügyekben kutatások folynak, vagy folytak, tehát előbb-utóbb lesz belőle valami eredmény is, de így kívülről nézve is nem tűnik jó ötlet. Tehát lehetnek ilyesmi betegségek, lehetnek olyan betegségek is, amik még teljesen újak, de ha valamire fogadni kéne, akkor mint a járványügyi szakemberek pár évvel ezelőtt, én azt mondanám, hogy valami ismert vírus, leginkább influenza, na arról azért elég sokat lehet már tudni, körülbelül milyen állatok hogyan terjesztik, hogy szokott átkerülni emberre, hát egy csomó mindent lehet róla tudni. Aztán most hát felsorakoznak itt azok a koronavírusok is, mondjuk, vagy egyéb denevér eredetű vírusok, amik már okoztak kisebb vagy nagyobb számba emberi megbetegedéseket, vagy lehettek vérzéses lázak, rákcsáló eredetű vírusok, rengeteg variáció van, valami történhet, de még az a legegyszerűbb eset talán, hogyha így csepfertőzéssel próbál valami terjedni, és az viszonylag kezelhető. Itt rácsatlakoznék arra, amit mondta, hogy az utazás, hogy mennyien utaznak. És hála az égnek, azért a technológiák fejlődnek, és volt egy 2001 az életünkben, aminek következtében azért a repülés is megváltozott. Ha nézzük a mostani szituációt, és tudjuk, hogy annó a SARS-t azt meg tudták állítani Kínában, hogy ha lesznek új szenzorok, vagy új protokollok a repülőtereken, vagy jobban meg tudják szűrni az utazókat, azzal is azért megkönnyítheti a védekezésünket a vírusok ellen a modern technológia? Most van egy ilyen kis színes hír, hogy kutyákat kísérleteznek, hogy vajon ki tudják-e szagolni a koronavírus fertőzést. Tegyük a kutyát, ne menjünk a szenzorokig, tegyük fel, hogy a kutya ki tudja szagolni a koronavírus fertőzést. És ráhagyatkozunk a kutyákra, mert a kutyák kiszagolják a koronavírus fertőzést. Ezzel ugye azt érjük el, hogy a koronavírusokat olyan irányba szelektáljuk, hogy a kutya ne érezze. Mert ha van egy olyan mutáns koronavírusunk, amit a kutya nem érez meg, akkor az a koronavírus simán eljut bárhova, hiszen minden a kutyák figyelik, hogy koronavírus fertőzött az illető, vagy nem koronavírus fertőzött az illető, és ez az összes ilyen rostán átcsúszik. Aztán persze ez a vírus elterjed, és akkor kitaláljuk megint, ó, nem jó ez így, újabb kutyákat kell betanítani, akkor most már két kutya fog ott ülni, az egyik kiszagolja az eredetit, a másik kutya meg kiszagolja az újat, erre megjelenik egy harmadik változat, amit egyik kutya se szagol ki. Most ugyanez működik bármilyen szenzorral, tehát a vírusok borzasztó gyorsan evolválódnak. Azt azért tudni kell, tehát adott betegen belül is folyamatosan, gyakorlatilag minden vírus replikációs ciklusban, különösen RNS vírusnál csúsznak be hibák, és mivel rengeteg vírus kópia készül egy betegbe viszonylag rövid idő alatt,
azért mindig vannak olyanok, amik a beteg immunválaszát próbálják kerülni, próbálnak, ugye ezt azért nem kell szó szerint érteni, de lényegében valahogy optimalizálni próbálja a saját szaporodását, efelé haladnak a mutációk, mert ez egy természetes szelekció egy emberen belül, vagy az előbbi példában mondjuk a kutya orrához képest. Tehát az a vírus él túl, ami ügyesebben cselezi ki a lefülelő mechanizmusokat, legyen az immunrendszer, vagy egy kutya, aki áll a repülőgép ajtajába, vagy jó, mondjuk becsekkolás, mert az ajtónál meg kicsit késő, és akkor mindig van, ami ezt kijátsza. Most az a kérdés, hogy mikor veszük észre, hogy kijátsza. Tehát ugye itt is mondtak mindenfélét, de most már úgy tűnik, hogy legkésőbb októberben már nem egy, nem két eset volt ebből az SARS-2 vagy COVID-19-es vírusfertőzésből. Hát akkoriban már azért kezdtek halogatni az emberek, csak nem vették észre, hogy baj van. Pont viszonylag sokan úgy ürítik a vírust, hogy egyáltalán nem mutatnak tüneteket, csomóan úgy ürítik a vírust, hogy csak enyhe tüneteket mutatnak, csomóan betegek lesznek, de nem tipikusak a tünetek, úgy értem, hogy esetleg komolyabb megfázáson esnének át, és ugye akkor van egy viszonylag kicsi esetszám, akik viszont nagyon-nagyon súlyos betegséget kapnak tőle, és akkor esetleg ebbe bele is halnak. De mire ezekből annyi van, hogy ez bár bárkinek föltűnik, addigra azért a vírus már elég nagy tömegek között el tud terjedni, és ugye innentől már elég nehéz megfékezni, meg nagyon drasztikus intézkedéseket kell bevezetni. Sokat azt se használ, hogy a legtöbb fejlett országban, de konkrétan például az USA-ban, vagy itt a szomszédban is, tekintsük most fejlettnek, azért elég jelentős lépések történtek arra, hogy a járványokat figyelő szolgálatokat, hálózatokat leépítsék pénzspórolási célzattal, és ugye akkor ilyenkor persze mondhat, nem, hogy na most megérte. Nyilván nem. Én azt gondolom, hogy annak lenne még nagyon nagy jelentősége, most nem pont erre a vírusra nézvést, mert ugye már kicsit késő, hanem hogy figyelőszolgálatokat kéne kiépíteni, kerül, amibe kerül alapon, mert hosszú távon valószínűleg megtérül emberéletbe. Sőt, ami ugye általában érdekelni szokta, úgy a gazdasági szereplőket profitban is megtérül, ha a cégek tudnak működni, tehát erre érdemes az adófizető pénzét áldozni, mert ez könnyű neki kell magyarázni, hogy ez fontos, ne legyen még egy ilyen. Ilyen szempontból talán tanulságos lehet a dolog, hogy könnyebb lesz érvelni egy monitorszolgálat felállítása mellett, mint a megszüntetése mellett a jövőben. Itt van az első résznek a vége, remélem érdekes volt. Ha folytatni szeretnétek, klikkeljetek a második részre. Találkozzunk ott. Sziasztok!